Hát én a szüleimmel kimentünk, először Amerikába disszidáltunk, akkor fél évig ott éltünk, ez 78-ba volt, és akkor végül is Németországba éltünk, ott nőttem fel. És 87-ben hazajöttünk egy évre Magyarországra, és akkor ismertük meg El Kazovszkit, a festőművészt, aztán visszamentünk Németbe, és a Fekete Lyukról ő írt nekem először egy levélben, hogy most nyit Magyarországon egy nagyon-nagyon szuper hely, a Fekete Lyuknak hívják, és akkor írt róla. És hát ez egy jó, érdekes volt olvasni, aztán el is felejtettem. Rá egy évre kalandos utak során újra Magyarországra keveredtem, és akkor úgy alakult, hogy a Vaszlavik gazembernél laktam egy darabig, vagyis nála aludtam Szentendrén. És akkor mindig buliztam, koncertekre jártam, és egyszer a gazemberrel, mondtam a gazembernek, hogy jó lenne enni valamit, mert éhes vagyok, és azt mondta, hogy tudok egy jó helyet, ahol van jobbabb leves. És így kerültem le, de én nem tudtam, hogy ez a Fekete Lyuk, csak hogy leviszlek egy helyre, és a Fekete Lyukba vitt le. És hát körülnéztem, és annyira tetszett nekem, amit ott láttam, tehát ez valami annyira fantasztikus, szuper figurák, meg zene, tehát ami abszolút az én stílusom. És akkor jött, kombináltam egy olyan, hogy ez az a hely, amiről El Kazovszki nekem annak idején írt. És hát így ismertem meg, aztán utána már folyamatosan lejártam a Fekete Lyukba, mert ott éreztem otthon magam, abszolút. Azért szerettem, mert azok a zenék szóltak, amiket én külföldön ugye megszoktam, és így Magyarországon az átlagember nem nagyon hallgatta, hanem csak az alternatívok, meg. De be volt valami, tehát jó formán vadabb volt, mint külföldön. Tehát volt benne valami sajátos hangulat, ami a külföldi klubokban nem. Olyan igazi underground, a nyers underground. Tehát szuper, nagyon-nagyon szuper hely volt. Ilyen hasonlót én nem láttam még nyugaton se. Ami nekem először feltűnt, az a sok mindenféle figura, tehát punkok, nagy tarajjal, dárkok, gótok, fantasztikus emberek. A sokszínűség, a szabadság, teljes szabadság. Rengeteg arcot megismertem, jó figurákat, például a legjobb barátomat, Jim A. Code nevű festőművészt, aki egy teljesen egyedi figura volt, tehát hatalmas rasztahaj, kreol bőre volt, világos kék szeme, teljesen egyedi ruhái voltak, amiket ő saját magának készített, meg ilyen cipői, meg egyedi ékszerei, és én teljesen elvontam beszélt a Jimmy. És tehát ő volt egy olyan figura, akit úgy az ember úgy a legelvetemültebb berlini underground világban úgy elképzelne, hogy lát, de nem Magyarországon. És utána meg azt is megláttam, hogy nem csak jó figura, hanem fantasztikusan tehetséges szürrealista festőművész a Jimmy. Meg hát zenélt is, ugye, meg sok mint performer volt. És akkor ugye úgy alakult végül is, hogy összehaverkodtunk, aztán így művészetileg is nagyon tetszett egymásnak, amiket, tehát én is ugye művész vagyok, ő is, és neki is nagyon tetszettek az én dolgaim, meg nekem is nagyon tetszettek, amiket ő festett. És a Nagy Gyula, ugye a Fekete Lyuknak a atya, úgymond, ő beszélt a Jimmyvel, hogy mondjuk kéne valami design, mert hát ugye a lyuk, jó, ilyen össze-vissza volt firkálva, meg mit tudom én, de nem volt igazán jó dizájnja. Lejártunk festeni, és akkor mindenki teljesen szabadjára, tehát nem voltak előzetes tervek, hanem teljesen szabadjára engedtük a fantáziánkat, nekiálltunk, oda mentünk a fal elé, és ahogy jött, ami jött. Festéket adtak, kajapia volt, és akkor végül is oda mentünk délelőtt, festettük a képeket, és akkor egészen estig. Meg volt olyan is, hogy megfestettem ugye a figurát, ezt a figurát, és akkor a Jimmy meg hozzá, mit tudom, a háttérbe hozzárajzolt valami kis démont, valami kis szörnyet, ami belenyúl az én figurámba, tehát így összeértek a figurák végül is, így folyamatosan egymásba kapcsolódtak. Ilyen figurákat ugye a 80-as években kezdtem el Németországba készíteni, képregényeket is csináltam ilyen figurákkal,
és vannak ilyen bizonyos szimbólumrendszereim, meg szimbólumok, például a létra, az nekem az édesapámat jelképezi, mert apám az nagyon sok festményén, meg grafikán és képzőművész, használta a létramotívumot. Nagyukban a középső teremben volt, egy nagy falon, igen, a középső teremben volt, és hát végül is ott tartózkodtak így a legtöbben. Az egész nagyon tetszett mindenkinek, azt tudom. Utána később meg én összejöttem a Jimmynek az öccsével, aki nem a Janó, mert mindig azt hiszik, hogy van egy másik festőművész, ilyen Rasta, a Bari Janó, és mindig azt hiszik, hogy ő a Jimmynek a testvére, de ők nem testvérek, ők csak művész kollégák. Ugye a Jimmyék zenéltek is. A felesége, a Madi, meg a tesója, meg a Jimmy, meg én zenéltünk, és kimentünk a Dunapartra, ahol voltak hatalmas betoncsövek. Ilyen beton, nem is tudom, hogy lefolyók, vagy nem tudom mi, és nagyon jó akusztikája volt. Írtó jó víz hangzott az a hang. És akkor oda mentünk, bebújtunk, és a Jimmy a zenéjéhez, a dalaihoz ott vett föl egy csomó ilyen sikoly, meg magas hangon énekeltünk, és akkor az rákeverte a zenéire, mert ott volt nagyon jó az akusztika, meg kimentünk a Dunapartra, Jimmy gyűjtött rengeteg hatalmas fatörzset, és akkor hátán vitte haza, és már tele volt az egész erkély, mert akkor a lakótelepen, akkor Dunakeszin. Anyjának a lakásába, és az erkélyed már tele volt mindenféle gyűjtött tárgyakkal, amiket később ugye kifestett, fantasztikus szörnyeket készített belőle, és azok beakasztotta ugye a lakás különböző helyeire. És egy icipici szobája volt, amit full totál tele volt csúfolva kifestett koponyákkal, babák, mindenféle őrületes tárgy, totál színes, tévébe festve, emlékszem a tévé az föl volt neki függesztve, rajta volt egy hatalmas ilyen játékinjekciós tű, meg olyan földgömb, és akkor lógott a tévé, és akkor ágyba fekve lehetett nézni, meg volt egy fotelja, ami trónszék, de az olyan volt, hogy az ember, ha leült, akkor óvatosan kellett ott fordulni, hogy ne verjen le valami, mert full zsúfolt volt, és akkor jött oda rengeteg ember, a pici kis helyen, és akkor ott tartottuk a bulikat, de olyan pici hely volt, hogy tényleg emberek egymás nyakába ültek, de mégis iszonyú jó hangulat volt. Pillangóra azért figyeltem föl, mert hát szintén, mert hogy külföldről jöttem, és ki megszoktam, hogy mindenki, tehát én ilyen underground körökbe mozogtam, és hiányoltam Magyarországon ezt a milliót, vagyis hát volt, de nem úgy, mint nyugaton, hogy van egy olyan negyed, ahova bemész, és akkor csupa ilyen embert látsz, hanem itt el voltak bújva, minden. És hát a lyukban ugye ez egy ütőhelye volt, és akkor pillanatban nekem rögtön feltűnt, hogy hű, ez de érdekes figura, ez is olyan, mint egy ilyen berlini éjszakai klubba látnám, underground klubba, és akkor a pillangóval is összebarátkoztam, haverkodtunk, akkor rengeteget elmentünk bulizni, és az Urbán Tamás fotós, az meg rengeteg fotót csinált rólunk, tehát akkor a Sziámival fölléptünk, mert ő a Sziámi együttessel így, tehát haverkodott a Müller Péterrel. Kim volt Kőbányán, akkor kimentünk hozzá bulizni, akkor csinálta Urbán Tamás azt a fotót, ami díjat nyert azóta, ahol a fürdőkádba ül a pillangó velem. Akkor én megismertem a Müller Pétert, akkor én nem ismertem a Sziámi zenekart, és nem is tudtam, hogy ő egy énekes. Tehát én előbb ismertem az embert, és később tudtam meg, hogy ki. És a zenéjét meg csak jóval később. Tehát azt a koncerten hallgattam, amikor de én így nem ismertem, hogy csak arra emlékszem, hogy csináltam egy kis képeslapokat, meg kis borítékokat kidekoráltam, és akkor Müller Péter vett tőlem. És akkor így ismertem, hogy a pillangó bemutatott neki, mert a pillangót így pátyogatták a Sziámiék. És akkor utána tudtam meg, hogy ez a zenekar, és akkor mondta a pillangó, hogy felszökött velük lépni a színpadon, ott produkálta magát, ugye, mint látványosság, és akkor én meg jól tudok nagyon táncolni, és akkor én meg táncoltam a színpadon így. A Nagy Gyula, hát a Nagy Gyulát én hát a lyukból ismerem, ugye honnan máshonnan. A Jimmyvel sokat beszélgetett így, és a Jimmy úgy hívta, hogy Jules Papa. Mindig Jules Papa így, Jules Papa úgy. Nekem csak jó emlékeim vannak így a Gyuláról, tehát sokat beszélgettem így vele, konfliktusom nem. A kidobókkal volt konfliktusom, a Gyulával így nem. És azt tudom, hogy nagyon-nagyon tisztelte a Jimmyt is, meg a képeinket, és nagyon... hogy mondjam, a Gyula
sok fiatalt így pátyolgatott, tehát úgy olyan értelme pátyolgatta őket, hogy felügyelte őket. Tehát voltak olyan fiatalok, akikkel úgy elbeszélgetett, hogy mégse tegyék tönkre annyira az életüket, ugye, hogy drog, meg nem tudom micsoda. Tehát úgy hatott a fiatalokra. Én személyesen a Király Tamást nem ismertem, hanem a Király Tamásról van egy jó sztorim, az, hogy voltam én a Petőfi Sándor utcában, volt azt hiszem neki egy nagyon pici boltja, a New Art Studio, nagyon apró bolt volt. És ott láttam én egy olyan fülbevalót, hogy egy varjuláb, kipreparált varjuláb, és nekem nagyon tetszett, és mindenhol akartam, és nem volt pénzem. És mire lett pénzem, elfogyott, nem volt több varjuláb. És 20 vagy nem tudom hány évvel később, a halála előtt voltam fönn Pesten, statisztáskodtam egy filmbe, amit a Király Tamás szervezett be, és akkor tudtam szerezni tőle egy varjuláb fülbevalót, amire 1000 éve vágytam. Szilágyi Lackó, a Kokas Ignác és a Svábi is tanította őt a képzőművészeti főiskolán, meg a DNS, és most már a Kokas is, meg a DNS is, és Derkovics Ösztöndíjas festőművész, aki szintén egy olyan figura volt, hogy ő már nem él. Ő punk, ilyen nagyon elvetemült külsejű punk, és közben nagyon-nagyon művelt ember volt. Tehát József Attila verseket kívülről tudott, művészettörténeti dolgokat, dátumokat, egy lexikon, de közben a másik oldalról meg punk volt, és festő, és ilyen nagyon avantgárd fazon. És őt meg úgy ismertem meg, hogy Budapesten egyik volt barátommal borozgattunk, és egyszer csak megjelent a Lackó. Bőrcseki, ilyen fejkendő volt a fején, és oda jön hozzám, van rajtad melltartó, vagy ilyen kajaka mellett magától, így ismerkedtünk meg. És akkor mondta, hogy ő festőművész, és megnézek vele egy kiállítást a képzőművészeti főiskolán, és elmentem vele, azt mondtam, menjünk ki hozzám Budafokra, szóval ott is maradtam, aztán 2 hónap múlva elvett feleségül, mert kiderült, hogy teljesen egyformák vagyunk. De ő egy ilyen botrányos figura volt, tehát így a utcán kikerülték, ugye az emberek féltek tőle, mert agresszívnak tűnt, pedig közben egy áldott jó lélek volt, meg jó szívű ember, mert nagyon-nagyon mély érzésű ember volt, csak hát ugye a külseje megrettentett. Nagyon hangosan is beszélt, és ilyen agresszív hangja volt neki, és azóta emlékműve van neki Veszprémben. Mert meghalt, ugye, egy emlékművet állított a város. Nekem a zene mindig nagyon fontos volt, tehát mikor még Németországban éltem, akkor is örökké rajzoltam, meg festettem, és ugye ott volt ilyen rádióad, ahol éjszaka mentek az underground zenék, és hát én azt hallgattam, vettem magnóra, tehát teljesen mániákosan el voltam szállva a zenébe, és aztán a Fekete Lyukba ezt újra megtaláltam, ezeket a dalokat, meg számokat. Hát Einstürzen Neubautent nagyon szerettem, akkor Bauhaus, akkor magyarok közül a Trabant, VHK-t nagyon szeretem a zenéjét, Bizottságot, őket ismerem is, meg kiállítottam Evzán Boékkal, mert ugye ők festőművészek is, és megismertem őket, és összehaverkodtam velük. Bizottságot, Lori Andersont is nagyon szeretem, hát ilyen gótzenéket, Sex Pistols-ra házasodtunk a Lackóval, Sex Pistols, Clash, Tormát nagyon szerettem, aki egy nagyon egyedi figura volt, és a Lyukba fellépett egy személyes zenekarával, a Tormát, azt nagyon bírtam. Én sokat balhéztam, hát ittam, ugye söröztem, és akkor úgy rúgtam mindig be, hogy oda mentem valakihez, és megkérdeztem, hogy ihatok egy picit a piájáról. Persze azt mondta, mondom, egy kortyot csak, és akkor úgy elkeveredtem, és megittam a piát, aztán leldobtam valahol, a műanyag poharak voltak, ugye, mentem a következő, hogy ihatok egy picit. És akkor nem tudom már mind, de mikor már kellőképpen volt bennem sör, akkor mindig találtam valami indokot, amiért balhét csináljak, tehát. És akkor dühöngtem, meg nem tudom, de már nem tudom már miken, tehát. Vagy nem akarták berakni azt a zenét, amit én akarok, és nekem muszáj arra táncolnom, meg különben megőrülök, meg ilyesmik. De amúgy inkább nem. Legtöbbször a Fekete Lyukba táncoltam, nagyon sokat, tehát én nagyon sokat, rengeteget táncoltam, és abban voltam elfoglalva.